Mosolygó szép estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket. Hát be kell vallani, hogy én izgalommal készültem, hiszen ilyen nagy közönség előtt ebben a témában még nem tartottam előadást. Régebben azért tartottam egyszerre több száz pedagógusnak is, amikor a közoktatás világában éltem életemet elsősorban, de ez mégiscsak más. És óriási megtiszteltetés számomra, hogy a Mentorháló pedói estés sorozatban én is itt lehetek a színpadon, és még nagyobb megtiszteltetés, hogy nem csak itt vagyok, hanem valakinek mondanom, nem csak a lassan 41 éve örök legkritikusabb első feleségemnek, hanem még ezen kívül több mint 300 embernek is. Köszönöm, hogy eljöttetek. Itt mindjárt a tegezéssel, magázással kapcsolatban is szeretném kérni, hogy tegeződhessünk, hiszen valószínűleg én vagyok itt a legfiatalabb, ezért kérnem kell mindenképp egy hölgyektől azért, mert én vagyok talán idősebb, nem tudom eldönteni. Régebbi tanítványoknak szoktam mondani, akikkel, ugye nekik nehezükre esik esetleg a tegeződés, a korábbi más hatalmi viszonyok miatt, hogy nem veszitek észre, hogy hozzátok fiatalodtam. De ilyenkor mondják, hogy de igen, persze észrevették. Szóval ugye tegeződhetünk. Akit esetleg bánt, ez majd a végén az ajtóba visszamagázódunk, jó? A következő három napban én a jó életminőség titkáról fogok beszélni nektek, vagy tényleg úgy készen nem húztatok három napi idegkaját? Márpedig lehet, hogy szükség lesz rá, mert van egy nagyon rossz tulajdonságom, hogy szeretek sokat beszélni. De hogy mégis valahogy kordába tartsam magam, igyekeztem a fontos dolgokat, a legfontosabb dolgokat kitenni prezire, és akkor így ez engem is szabályoz. 90 percre kaptam felkérést, és én ezt a 90 percet szeretném kihasználni. Ez az az előadás, ami után lehet kérdezni is a végén. Szóval, fuss, hogy érezd, élsz. Amikor megnéztem a Mentorháló szegedi tévé felvételi adásait, korábbi néhány előadását, akkor kicsit úgy néztem, hogy milyen hatalmas emberek közé kerültem én be ide a színpadra, egy kicsit meg is ijedtem először, hogy hogy kerülök én ide. Aztán belenéztem néhány előadásba, és kerestem a közös tulajdonságokat bennünk, és találtam egyet. Több neves előadó előadását megnézve, láttam, hogy valamennyien reménytelen emberek vagyunk. Én is azok közé tartozom, akik reménytelenek, reménytelenül hisznek valamiben, valami olyanban, ami sokak számára fontos, csak azok a sokak nem mindenki tudja. Remélem, hogy a 90 perc végére kiderül, hogy mi az, amiben én hiszek, és gyakran reménytelenül hiszek. Azt mondták, hogy bármerre fordulok, lehet lapozni. Akik ismernek régebb óta, tudják, hogy én idézetmániás vagyok. Ne lepődjetek meg, hogy nagyon sok idézetet fogtok látni kivetítve is, még azon kívül is, még valószínűleg mondok néhányat. A legtöbb ember meghal 25 évesen, de csak 75 évesen temetik el. Jogos a kérdés utána, hogy te már elmúltál 25 éves? Te csak létezel, vagy még élsz is? Nem kérek most kezeket felrakni, mert ugye ez olyan kérdés, amire nem mindenki válaszol szívesen. Nem hazudtolom meg matek tanár mimontomat, matek fizika szakos tanárként végeztem itt Szegeden, nem is olyan régen, 1980-ban. Úgyhogy a halmazok segítségét kértem, hogy kifejezzem azt, amit én gondolok erről, hogy mi a jó életminőség titka. Három tényező múlik, a megfelelő minőségű mennyiségű mozgáson, a megfelelő minőségű mennyiségű táplálkozáson, és az önfejlesztésen, az egyéni gondolkodás fejlesztésén. Ennek a háromnak a közös részeként tudom én elképzelni azt, hogy valaki harmonikus, kiegyensúlyozott, jó vitalitású, boldog életet éljen. Első téma, futás. Mondtam, hogy matek tanár vagyok, úgyhogy ne lepődjetek meg, ha néha definíciókkal is foglalkozom. Rá kellett persze jönni, hogy a futásban nem minden működik úgy, mint a matematikában. Például, hogy mi az a futás, az elején nem foglalkoztam ezzel, de azért most megkérdezem tőletek, hogy szerintetek mi az a futás, mit nevezünk futásnak, milyen mozgást nevezünk futásnak, mi kell hozzá, mit csinál az ember olyankor. És tipp? Gyorsabb, mint a gyalog, a sebesség?
akkor a kerékpározás is futás, mert az is gyorsabb, mint a gyaloglás. Vagy ha valaki autóba kényelmesen ülve megy, akkor is fut, mert gyorsabb. Nem olyan könnyű, ugye? Én a következőt találtam erre, ami engem megnyugtatott tavalyig. A következő volt. Hát először is az a fajta mozgás, amelynél van egy rövid időszak, tehát tartós mozgás, emelgetjük a lábainkat, és van egy rövid időszak, amikor egyszerre mind a két lábunk a levegőben van. Csak egy tized másodperce is, de egyszerre mind a két lábunk a levegőben van. Ugye ez könnyű bemutatni. Gyalogló versenyeken egyébként lehet látni, milyen sűrűn helyezkednek el a zsűri tagjai, és árgus szemekkel lesik a gyaloglókat, mert gyakran, amikor belehúznak, akkor akaratlanul is átváltanak futásra, és akkor gyorsabban haladnak, amikor van egy ilyen repülési fázis is mozgás közben. Szóval egészen tavalyig azt gondoltam, hogy ez egy megnyugtató definíció egy matek tanár számára a futásról, aztán majd mutatok később egy filmet, és akkor elgondolkodtam rajta, hogy talán nem is lehet ezt a futást definiálni. De azért nem baj. Mire jó a futás? Ez a dia néhány ilyen eseményt, illetve lehetőséget mutat. Engem az ragadott meg, hogy heti egy óra futás 3 évvel megnöveli a várható élettartamot. Hát ha minden nap egy óra, akkor ez egyenes arányossággal beszorozva, sose halunk meg lassan, ugye? A fiataloknak szoktam mondani, akik dolgozatokra készülnek, vagy egyetemi vizsgákra készülnek, hogy javítja a memóriát, javítja a véroxigénellátását, és így módon javítja a memóriát, mennyire fontos tud lenni. Hagyja a csodába a könyvet, hogyha már nem fog az agya, menjen el mozogni egy kicsit, utána megint könnyebben, hatékonyabban tud tanulni. Az idősebbeknek a csontritkolás esélyeit csökkenti, a kopásos ízületi gyulladás esélyeit. Vagyunk itt néhányan, akik elmúltak már 60-ok, tudom, mert számos ismerősöm itt van, nagyon köszönöm nekik, hogy eljöttek. Nekik ez is fontos lehet. A cukorbetegség kockázatát csökkenti, a szívérrendszeri problémák kockázatát csökkenti. Erről majd lesz még szó később. Miért? A tévések is megkérdezték az előbb, hogy én miért. A történetem 2011. szeptember 14-én kezdődött. A fiam elcipelt magával egy antioxidán szín mérésre. Mondták nekem, hogy 50 ezer pont fölött jó, 20 ezer alatt kritikus, Sipos Jánosnak 21 ezer pontot mértek, tehát közel a kritikus határoz. Történt egy esemény előtte néhány hónappal, azon a nyáron meghalt a gimis pattársam, aki abban az időben egyik legjobb barátom volt, egy bőrrák vitte el viharos gyorsasággal. És hát a két egymáshoz közeli esemény, meg akkor én 103 kiló voltam, hozott bennem azonnal egy döntést, egy elhatározást, mert akkor volt már egy unokám. Ő a legidősebb unokám, most már úgy mondom, mert most már több is van, és az első gondolatom az volt, hogy én élni akarok, és táncolni akarok az unokám, akkor még egyes szem volt, Lagzi János ifjú párral. Az elején, amikor ezt elmondtam abban az időben, sokan megmosogtak ezért. Néha rosszul is esett, bevallom, de aztán nem törődtem vele. És aztán az unokák száma egyre gyarapodott, az én elhatározásom is egyre szilárdabbott, és egyre hosszabb távú lett, hiszen várhatóan ez egy 25-30 éves projekt, most már 4 unokám van. Az elhatározást azért tettek is követték, én egy év alatt le akartam fogyni 20 kilót, és a következő nyár végére 83 kiló lettem, és ezt a 80 pár kilót azóta is tartom. Örömmel szívesen elveszítettem azokat a kilókat. Van nekem egy régi barátom, aki mikor 100 kilós lettem először életemben, hát ez 10 pár évvel ezelőtt volt, akkor János napon felhívott, és mondtam neki, hogy Tóni, nagy baj van, már túléptem a 100 kilót. Na végre te is rendes ember vagy, mondta ő, mert ő már akkor is 120 fölött volt. Na most már nem vagyok rendes ember, de olyan jó ilyennek lenni. Láttam Baján egy Veszprém megyében primadíjas ideggyógyász pszichiáter dr. Guzeo András előadását. Ő mondta az előadásában, hogy ha valami egészségügyi problémád van, akkor arra gondolj, hogy az élet egy ébresztő erejű eseménnyel ajándékozott meg. Egy ébresztő erejű eseménnyel. Neked volt már az életedben egy ébresztő erejű esemény? Éltél ezzel az ajándékkal? 12 tavaszán kezdtem kocogni, az első kocogásom távja. A tét az volt, hogy a Dunahídig és vissza
lebírom-e egyben, én úgy mondtam, hogy futni, azt a távot, az oda-vissza 6 kilométer lett volna, 2 kilométer után szégyenszemre fel kellett adni, nem ment, de harmadszorra már sikerült, és azt a 6 kilométert hetente egyszer, kétszer, egy éven keresztül sokáig csináltam. Még nem 13 nyarán találkoztam egy régi kolléganőmmel, aki mondta, hogy ő most lefutott a baján a kikerett félmaratont a tavasszal, és akkor gondoltam, hogy ha ezt az Erika meg tudta csinálni, akkor ezt talán én is. Igaz, hogy Erika nálam sokkal fiatalabb, de akkor is. És akkor 14 április 5-én lefutottam életem első félmaratonját Baján, 7-800 fős társaságban, köztük nagyon sok régi tanítvány, és az külön ciki lett volna, ugye, hogyha én ott feladom, mert mit szóltak volna azok a régi diákok. Na de hát nem lehetett feladni, ott középütt vagyok én, nem lehetett feladni, mert nekem volt a legjobb szurkoló táborom. Hajrá! Nem hosszú a film. Most mondjad, Sári! Na most Sára akkor nem volt még... Megkézzel! Nem volt még 2 éves sem. Nem is biztos, hogy értette, hogy mit mond. De én hallottam többször, amikor a hídon átfutottunk, és ez volt a lényeg. Ők szerepelnek a könyv borítólapján, itt már néhány évvel későbbi kiadásban, mármint, hogy ők. És aztán történt valami 14 nyarán. Én tagja voltam akkor már Baján a Rotary Klubnak. Lehet, hogy hallottak a Rotary Klubról, lehet, hogy Rotary szervezetről, lehet, hogy nem. Pár szót mondanék róla. A Rotary talán a világon a legnagyobb civil szervezet, 1,2 millió taggal. Magyarországon is 1200 taggal, több mint 50 klubban, Szegeden is van legalább 2 klub, ha jól tudom. És mivel foglalkozik a Rotary? Jótékonysági programokkal, barátságok ápolásával. Szeretném hozzátenni, akinek avezgói vannak a civil szervezetekkel szemben, nem Soros György támogatja. A klubtagok a tagdíjukba fizetik a saját működésüket, illetve a jótékonysági programok egy részét. A további adományok, amik érkeznek hozzánk, jótékonysági programok, egy az egyben azokra a célokra fordítódnak, amire adták, ilyen szervezet nem sok van a világban. Szóval a Rotary Klubba behozta az egyik kollégám a problémát, hogy van egy bajai vaklány, aki azon a nyáron eminens kitűnőként érettségizett Baján az MNAMK-ban, és van egy álma. Neked is van egy álma? Tegye fel a kezét, akinek van egy álma. Vagyunk néhányan. Többieknek is tudom javasolni, nézzenek utána háta. Szóval, hogy van egy álma, ő angol nyelven szeretne tanár lenni, író lenni, nyelvész lenni. Ennek egy akadálya van, az anyagiak. És akkor rögtön hoztam egy döntést, hogy a matek tanárként az átlagosnál kicsit gyorsabban tudok számolni. Gyorsan megdupláztam az addigi futásaim heti mennyiségét, tettem egy felajánlást a klubtársaimnak, hogy én 14. október 1-től szilveszterig lefutok legalább 400 kilométert, azzal a figyelemfelhívó szándékkal, hogy emberek, itt van egy bajai vaklány, aki rászolgál arra, hogy támogassuk a tanulását. Én futok érte a következő hónapokban legalább 400 kilométert, azzal a célra, hogy összegyűjtsek az ő tanulásának támogatására legalább 400 ezer forintot. 1000 forintonként is akár. 4 gombóc vagy jár. Így is lett, szilveszterre lett belőle majdnem 500 kilométer futás, nem mindig esett jól, de az nagyon, hogy sikerült Dóri javára 475 ezer forint támogatást akkor összegyűjteni, és ezzel nem ért véget a dolog. Ő Dóri, a fehér kék blúzban, az igazgatónőtől kapja egy pövirágot a ballagásán. Dóriról annyit, hogy egy 3 gyermekes család egyik tagja, 3-as ikrek egyetlen lány tagja. A 3-ból édesanyja kapott egy fertőzést a kórházban, 2 vakon születtek, a 3. egyik szemére nem lát. A Fecó, aki szintén vak, a Zeneakadémián tanul jelen pillanatban, Dóriról lesz még szó, a másik bátyja Németországon tanul és dolgozik. És az édesanyjuk hosszú évek óta egyedül neveli őket. Dóri, 15. januártól már nem Rotary projektként, egy magán-civili projektként futok érte is, és néhány hónapon belül 32-en csatlakoztak ezzel a projekthez, 4 országból, többnyire régi tanítványok, akikről amikor megtudtam, hogy futnak, akkor írtam nekik, hogy van-e kedvetek ez a projekthez csatlakozni,
És azóta az én célom az, korábban egy-egy évben 1000-nél kevesebb kilométert futottam, hogy minden évben legalább annyi kilométert, mint amennyi az évszám. Ugye ez könnyű megegyezni, egy fenntartható, fokozatos fejlődés. És azóta ez meg is valósult. És közben Dórival nagyon sokszor beszélgettem, és akkor értettem meg az ő példáján, az ő életén keresztül ennek az idézetnek a jelentőségét. Hogy nem az számít, hogy mit vesznek el tőled, hanem az, hogy mihez kezdesz azzal, ami megmarad. Én rengeteget tanultam tőle, rengeteget köszönhetek neki. Ő most azóta már Amsterdamban tanul, az ELTE anglisztika szakot a professzorok javaslatára elhagyta és elment külföldre. Felvételi után bekerült az Amsterdami Egyetemre, másodéves. Miután már angolul és németül anyanyelvi szinten beszélt, fél év alatt megtanult hollandul. Holland nyelven kezdte az előadásokat hallgatni 17. szeptemberben, és a következő abban a tanévben olyan szinten megtanulta a holland nyelvet, hogy felvételizett holland szakra is a nyelvészet mellett. Ennyit róla, és örülök annak, hogy például idén is a Bajai Kikelet félmaraton előtt a szervező Mogyi Ese bevállalta, hogy a jótékonysági szigetkör 1600 méter 1600 forintért idén is Dóri tanulásának támogatására fordítódik. Akit érdekel esetleg a sorsa, a hollandiai életem blog.com lapon találóra információkat. Aztán nekem is vannak hosszabb távú terveim. Ez ugye a földgömb, ez az egyenlítő, ez én vagyok. És tavaly a születésnapomon, a 62. születésnapomon kitűztem célul egy hosszabb távú projektet, hogy én a következő 20 évben körbefutom a földet az egyenlítő mentén. Ez nagyon jól hangzik, nem? Ez tervezhető, nagyjából egyenes arányossággal leosztható, ez több mint 2000 km évente, jelentem jól állok. Tavaly május 22-től mostanáig már több mint 2200 km ebből is megvan, és abba az irányba, amerről kell fel a nap, arra futok. Közben jelentős mértékben látva azokat az erőfeszítéseket, amiket Dóri tesz, én is az akaraterőmet megedzettem, és 15 októberben lefutottam az első maratonomat. Ő Sátai Robi, aki magyar kanizsai, itt van a Vajdaságban, nem messze Szegedtől, és ő is akkor futotta az első maratonját. Mindkettőnknek óriási élmény volt, és azóta jó barátságba kerültünk. Engedjetek meg, hogy kicsit megmutassam nektek, hogy milyen egy ilyen maraton belülről. Mert hogy ezt igazából az érzékeli, aki ott van. Ezt el lehet mesélni szavakkal, de amikor drónok röpködnek az ember feje fölött, és hogy belelátnak az embernek a mozgásába is, meg a leheletébe is, akkor azért mégiscsak más. A szervezők, a Spár Budapest Maraton szervezői minden évben készítenek egy filmet erről. Engedjetek meg ezt a rövid filmet, most levetítsem. Kétnapos rendezvény, ez valójában nem csak maraton, családi futóversenyek is vannak szombati napon. Ez már a maraton.
belül? Valakiben, van-e olyan köztetek, akiben jó érzéseket keltett ez a pár perc? Kérem, tegye fel a kezét, jó érzéseket keltett. Nagyszerű, fantasztikus. Mindenkinek megadatik a lehetőség. Aztán eldöntöttem, hogy most minden évben egyszer ősszel egy maraton jött természetesen következő évben. És akkor megismertem a futóversenyek révén nagyon sok értékes embert. Például a magyar Forrest Gumpot, ez a beceneve. Iváncsi Zsolt, akit először Baján láttam, amikor egy bevásárló kocsit tolt maga előtt a félmaraton közben. Ajándékokat gyűjtött beteg, sérült gyerekeknek. És aztán a következő években láttam, amikor gyerekeket tolt félmaraton, maraton közben bevásárló kocsiban. Miért? Árvázi gyerekeket, sérült gyerekeket, olyanokat, akiknek ez az élmény különben nem adatik meg az élményét, hogy ezt az érzést átéressék belülről, amit ti is átéreztetek az előbb. És tolhattam én is egy kicsit a kocsit vele, fantasztikus érzés. Aztán 17 ősszel jött a következő maraton, az itt levő közül többen ismerik a társamat, Csuzi Kovács József Csucsu barátomat, akivel egyetem óta is tartjuk a barátságot, és együtt futottuk neki, az volt az első maratonja, és a következő maratont is együtt futottuk az ősszel, Wachau-ban, de ez már szinte évfolyam találkozó volt, mert a 8-ból 4-en matfizesek voltunk itt Szegeden, és 1980-ban végeztünk. A házastársak közül is 2 a JAT-én végzett annak idején, úgyhogy egy JAT-TTK találkozó volt. A maraton csak 2-en futottuk. De mi nagyon büszkék voltunk magunkra. Néhány dolgot mondanék nektek olyan eseményekről, amelyek úgy mellékesen adódnak, hogy észreveszi az ember, ha nyitott szemmel jár a világba. Az első maratonomon feltűntek ezek a lila pólós bátor táborosok, fantasztikus szurkolóként órákon keresztül Budapest főutcái mellett több helyen is. Én akkor nem tudtam még, hogy kik ők, azóta tudom, sajnos azóta már közelebbről is tudom. Ők súlyosan beteg gyerekeknek gyűjtenek pénzt a táboroztatásra, hogy átéljék azt az élményt, hogy élni jó. És minden évben ott vannak futóként is, és szurkolóként is. Aztán, hogy mikor lehet elkezdeni a futást? Hát amíg él az ember, bármikor. Középütt Borotán, az ottani általános iskola jótékonysági futásán vettem részt, középütt Lencsés Éva néni, nekem már Éva, mert azóta tegeződünk is, ő 61 éves korában kezdett futni, számtalan maratont futott, most 80 éves, félmaratonokat most is fut, az amatőr futók között egy ikonnak számít, sugárzik belőle a pozitív energia. Jó a közelében lenni. Amikor megtudtam, hogy ön Borotára, az Baja mellett van, akkor én írtam neki egy levelet, hogy Éva, én szeretnék veled futni. Mert az egy óra, amíg az ő társaságában lehet az ember, ez egy olyan élmény, amit nem mindig él meg az ember. És akkor hárított, hogy kedveském, nem tudsz te már ilyen lassan futni, rosszul fog az neked esni. De nem hagytam magam lerázni, és sose felejtem el, azóta már többször is volt ilyen élményben részem. Aztán csináltunk ilyen mókát, hogy szülőfalunkban, Sükkösdön megszerveztük a falufutást, körbefutottuk Sükkösd összes utcáját, összes közét, 28 kilométer lett, lehetett jönni kerékpárral is, a legfiatalabb résztvevő nem volt 2 éves, ez a lábbal rúgós biciklivel, a legidősebb résztvevő akkor már 70 pár éves volt, most ősszel megismételtük természetesen, és most már nem lehetett azzal a 2 évnél kevesebb életkorral legfiatalabbnak lenni, mert még fiatalabb részvevő is volt, igaz, hogy csak a gyerekülésben, és csak 75 fölött lehetett a biciklivel legidősebbnek lenni. Több mint 100-an vettünk részt, igazi esemény volt a falu életében. A könyvemben 15 embernek a miértje szerepel, hogy te miért futsz. Teljesen hétköznapi emberek, különböző életkorúak, különböző életsorsúak a miértjüket árulják el. Ezen kívül készítettem 13+1, én úgy mondom, hogy nem hétköznapi, hétköznapi hőssel interjút. Például az előbb említett Lencsés Évával, vagy Huzsvai Edittel, aki Baján matek tanár, és azóta már a Spártatlont is lefutott. Aki nem hallott róla, Atén-Spárta 246 kilométer egyben, eszméletlen időjárási körülmények között.
éjjel majd meg fagysz a hegyen, reggel, ami leérsz a melegbe, akkor meg majdnem elájulsz a melegtől. Ő megcsinálta elsőre. Vagy Nagy Gábor, aki majdnem teljesen vak, és csak úgy tud futni versenyeken, hogyha valaki a madzag másik végét fogja, akkor éppen én fogtam a madzag másik végét, egy fantasztikusan intelligens, értelmes ember, jó a társaságában lenni. Vagy Kisbakonyi Fanni, aki dializált vesebetegként heti háromszor befekszik a kórházba kezelésre, és mellette félmaratonokat fut, sőt, a vesebetegek magyar válogatottjának is tagja lett közben már. Vagy például egy hétvégi, ja, még nem az, bocsánat, mindjárt lesz az is. Itt van egy másik példa, Vilma Rudolf. Múlt század közepén élt, a sportban járatosak hallhattak róla. Ő kicsi korában gyerekbénulást kapott, és azt mondták neki az orvosok, hogy sosem fog tudni járni. Anyukája azt mondta neki, hogy bármit elérhetek. Ő erre azt mondta, hogy anyukámnak hittem. Az édesanyja hetente vitte 50 kilométerre a feketéknek külön fenntartott kórházba a gyerekét, mert nem akarta elhinni, hogy ezt a gyereket nem lehet megtanítani járni. És ez a gyerek 20 évvel később, pontosabban 20 éves korában háromszoros olimpiai bajnok lett, 100 méteren, 200 méteren is váltóban. Vagy itt van ez a hétvégi történés, Thomas Panek a New York félmaratont futotta vakon, nem madzaggal, emberi segítséggel, hanem csak kutyák által vezetve. Nekem is ilyen kutyám van. És azt mondta, hogy ha én vakon futok, vajon milyen kifogása lehet annak, akinek semmi baja, csak mindig találva milyen magyarázatot arra, hogy ő miért nem sportol. Egy másik példa. Én amikor ezt a filmet láttam, azt hittem, hogy ezt valahogy összevágták. De miért vágták volna össze? Arthurról szól, egy háborús veteránról, de nem árulok egyelőre többet. What are you doing? Tizenöt év ezelőtt az orvosok azt mondták, hogy sose fogok tudni segítség nélkül járni. Ő ezt tényként elfogadta akkor. 47 éves volt, miért háborús veterán, alapvetően feladta. Az öböl háborúban megsérült, ejtőernyős volt, és túl sok ugrás következtében a háta, térdei tönkrementek. A súlya viszont gyarapodott szépen. Te is feladtad volna? Nem tudott sétálni, futni, nem tudott testgyakorlatokat végezni. Elküldték a jógamesterek, de egy... He sent me those first two pictures on, with the knee braces, the back brace, the canes, 297 pounds, and his belly was out to here. And I was thinking, God, how am I going to help that guy? When you get what you want, not what you need. Ő volt az első, aki hitt benne. So tired, you can't sleep. Stuck in reverse. And tears come streaming down your face. When you lose something, you can't replace. When you love someone, but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide. Up, they'll fall, and I'm not gonna do that right now. But I'm really pleased with this, and I just want to share this with everybody. High up above, thanks a down lot. Below. When you
Itt kezdett el hinni benne, hogy sikerülni fog. But if you never try, you'll never know. Here's where I'm at now. Just what you wear. Alatt majdnem 50 kilót lefogyott. A legfontosabb. Tévedtek. Lehetséges. Sose becsüld alá, amiben te magad hiszel. Alatt 60 pár kilót lefogyott. Hit magában. Megérdem egy tapsot, ugye? Henry Fordtól származik az idézet. Ezt kaptam 2002-ben a régi diákjaimtól egy levélbontó késre búcsúzóul. Ott hagytam az iskolát. Akár elhiszed, hogy képes vagy rá, akár nem, igazad lesz. Ez az önmagát beteljesítő jóslat. Ha elhiszel valamit magadról, akkor hihetetlen erőfeszítéseket teszel azért, hogy megcsináld. Ha nem hiszed el, akkor alig teszel érte valamit, tessék, lásson módon, nem is fog sikerülni. A könyvnek van több fejezete, az egyik a kezdőfutók 7 gödre. Amikor autót vezetni tanultam a 80-as években, Bakó papa mindig mondta nekem, mikor belementem egy gödörbe, hogy János, hogy kerüljük ki a gödröt? Hát úgy, hogy nem megyünk bele. És belementem meg, János, hogy kerüljük ki a gödröt? Hát úgy, hogy nem megyünk bele. És akkor megírtam már a 7 gödröt a könyvben, akkor jutott eszembe, hogy hát úristen, a legmélyebb gödörről nem írtam egy szót se. És akkor elneveztem 0. gödörnek, mi ez? A kifogáslista. Hogy én miért nem. Na ebben nagyon jók vagyunk. Hogy én miért nem csinálok meg valamit. Engedjétek meg, hogy egy másik rövid filmet levetítsek most nektek. Billy Matthews, a film készítésekor, ez 3,5 éve ezelőtt volt, ő 8 éves volt, egy agysérült kisfiú. Triatlon versenye. Swam, he has bent, he has run, and he shows us. Ő nem tud járni, csak ilyen speciális szerkezettel tudja futótávot teljesíteni. A cél közelében van, gondolj egy merészet, hogy a saját lábán fut be. Ők az igazi hősök. Ladies and gentlemen, I give you Billy Matthew! Ők azok, akik ritkán kerülnek az újságok címlapjára, nem osztanak neki olimpiai aranyérmet, nem kapnak pénzt azért, hogy ők sportolnak,
de azt hiszem, hogy sokunk számára igazi példát adnak. És akkor most következik egy olyan rész, ami azért készült, mert tudom, hogy többen vannak itt olyanok, akik matematikával foglalkoznak, tanárként, vagy esetleg diákként, vagy foglalkoztak korábban, és hát nem tagadhatom meg önmagam, hogy a matematika ne kerüljön elő egy kicsit. Na nem kell félni, felelés nem lesz belőle. Miben hasonlít egymáshoz a matematika és a futás? Sokat gondolkodtam ezen, és most írtam egy oldalnyit erről, és ti lesztek az elsők, akik ezt most meghallják. Egy ünnepélyes bemutató következik belőle, egy önvallomás. Így gyorsabb lesz ezt a frissen kinyomtatott írást felolvasom. Én évtizedeken keresztül a közoktatás, az iskola meglehetősen zárt világában, mint egy burokban éltem. Talán az átlagnál szélesebb volt a kitekintésem a környező világra, de miután dolgozhattam 4 évig az országban a közoktatás terén létező legmagasabb szakmai vezetőként, majd 8 év óta rendszeresen más területen egyéni vállalkozók világában élek, fokozatosan rá kellett jönnöm, hogy pedagógusként korábban én is nagyon keveset láttam és értettem az ország, a világ működéséből. Ráadásul az internet széleskörű elterjedésével egy adott ország, vagy akár az egész föld működésével kapcsolatban a kérdések terén még nehezebb eldönteni, hogy mi az igazság. Az életben amúgy sem kristálytisztán fehérek vagy feketék a dolgok, de az utóbbi években a sok álhírrel, karaktergyilkossággal tömegek könnyen manipulálhatóvá váltak. A manipulált ember pedig elveszíti az egyik legfontosabbat, a szabadságát, mert az egyoldalú információi fogjává válik. A matematika ebből a szempontból sokkal biztonságosabb terület. Ott a legtöbb kijelentésről egyértelműen el lehet dönteni, hogy igaz vagy hamis. Nem nézőpont, nem értékrend, és nem érdek kérdése a legtöbb kijelentés helyességének megítélése. Ott mondhatja neked valaki, hogy a 2×2=5. De te nyugodt lesz, hogy ha neked van igazad, feltéve persze azt mondod, hogy 2×2=4. Nekem évtizedeken keresztül a matematika és a matematika tanítása egy belső békét, egy lelki megnyugvást, egy jó érzést adott, hogy van a világ, van egy világ, amelyikben biztosan a jó, az igaz, az értékes érvényesül, és én annak az oldalán állok. És ahogy mindenki állhatott, aki akar, senki sincs szándékosan kirekesztve belőle. A matematika megtanított arra, hogy a gondolat szabadságának felemelő érzését csak a mindenkire egyformán érvényes játékszabályok betartásával érem el. Ahogy ezt Euklidész mondta, a matematikához nem vezet királyi út. Most 8. éve ismerkedem a futás a futók világával. Itt már nem olyan egyértelműek a fogalmak, mint amilyen például a matematikában a kör fogalma, egy ponttól egyenlő távolságra levő pontok halmaz a síkban. Itt már nem lehet olyan egyértelműen eldönteni egyes kijelentésekről, hogy minden emberre vonatkozóan igazak-e vagy sem. Például egy maraton előtt milyen táplálkozással kell felkészülni. Hogy akkor mi a közös nevező a futásban és a matematikában? Például, hogy a futásban sincs királyi út. Lehet akármekkora a vagyonod, lehet akármekkora hatalom a kezedben, egy maratonért, de egy félmaratonért is, mindenkinek keményen meg kell dolgoznia. Másrészt mindkettő egy életérzést ad nekem, a szabadság életérzését. Érzem, hogy élek, szabadon élek, hogy szabad vagyok. A matematikával kapcsolatban említettem már ezt, de miből érzem én ezt a futás közben? Megírtam ezt a könyvemben, engedjétek meg, hogy ezt az egy oldalt apu felolvassa. Szóval mit jelent nekem futás közben az, hogy érzem, hogy élek? Amikor futás közben észreveszed, hogy a sarki zöldséges a fekete táblájára fehér krétával kiírta, hogy mennyibe kerül ma a burgonya, amikor felismered a hátulra rohamosan közeledő zúgó hangból, hogy motor vagy autó fog nem sokára megelőzni, amikor meghallod a lágy őszi szellő által susogásra késztetett sárguló fa levelek hangját,
Amikor úgy véled, hogy az élénk dunai szél meglébenti a dús vagy kevésbé dús lombkoronádat, amikor érzed, hogy a tested büszkén egyenesen feszít, amikor meg tudod különböztetni a belélegzett levegőt a kilélegzett levegőtől, amikor észreveszed, hogy a lépéseid és a légzésed szaporoságát össze tudod hangolni, amikor kényelmesen, lazán, egyenletes tempóval, nagyjából állandó pulzussal, erőködés nélkül bírsz futni, amikor érzékeled, hogy milyen kényelmes annyira begörvítve tartani futás közben a tenyered ujjait, hogy egy közepes méretű paradicsom beférne közibük, amikor lábujjaiddal vígan tudsz zongorázni futás közben, amikor a frissítő kútnál érzed, hogy a lecsorgó víz lágyan simogatja a nyelőcsövedet, amikor meglátod a száradó kukoricatábla szárai csüngő aranyló kukoricacsöveket, amikor megérzed az út mentén frissen kaszált fű illatát, amikor meg tudod különböztetni, hogy a folyó túlpartján a lágyan hullámzó víz tetejére éppen sirály vagy kócsak szállt le, amikor nem reménytelenül állni, hanem határozottan közeledni látod a távoli templom napfényben csillogó tornyát, amikor el tudod kapni a szembejövők tekintetét, hogy melléd érve, irigykedve mérik végig tetőtől talpig a testedet, amikor nem azon gölcsölsz, hogy megjavítod-e az addigé legjobb félmaraton idődet, mert nem az számít, amikor semmit nem fáj, amikor a futásod utolsó kilométerén is észreveszed, hogy kibólint neked mosolyogva a volán mögül, amikor a napi edzésterv szerinti adag végén, hogy nehogy már rögtön véget érjen ez az örömérzés, futsz végig még egy ráadás kilométer, no, akkor érzed, hogy a természet, a téged körülvevő világ szerves részeként tudatosan kontrollálod a tested, szabad vagy. Akkor boldogan érzed, hogy élsz. Röviden, amit három legfontosabbat tartok, közös dolgot. Nem vezet hozzá királyi út, hatalmas szabadságérzetet ad, senki sincs szándékosan kirekesztve belőle. Második téma, táplálkozás. Ugye említettem, hogy három témáról lesz szó. Biztos voltam benne, hogy az első nagyon sokáig el fog húzódni. A második még tovább, a harmadik még tovább, úgyhogy reggel befejezem. Mindjárt ki fog derülni, hogy miért ezt az idézetet választottam ennek a fejezetnek az elejére. Időnként elmegyek az orvoshoz, és megvizsgáltatom vele magam, mert az orvos is élni akar. Aztán elmegyek egy gyógyszertárba, és kiváltom az orvosságot, mert a patikus is élni akar. Aztán a gyógyszert a csatornába öntöm, mert én is élni akarok. Amikor volt 4 évvel ezelőtt az X-edik egyetemi találkozónk, akkor megkérdeztem, hogy hányan nem szednek még gyógyszert. Úgy jól emlékszem, 7 voltunk, nem tudom, hogy hányan vagyunk. Nekem most sem kell még gyógyszert szednem, mert nagyon büszke vagyok. Nem csak a futás az oka ennek természetesen, mindjárt kiderül, hogy milyen tényezők játszanak ebben szerepet. Dráma, magyar statisztikák következnek. Szív- és érrendszeri megbetegedések és a daganatos megbetegedések okozzák Magyarországon a halálozás nagyjából 80%-át. Ebben hosszú évek óta Európában elsők, néha másodikak vagyunk. Ugye ez kétes értékű dicsőség. A magyarok 10 évente elpazarolnak, fejenként átlagosan 1,7 tökéletes egészségben megélhető évet. 3 dolog következik. Először azt kérem, mindenki tippelje meg magának. A mozgásszegény életmód miatt hány percenként hal meg Magyarországon valaki, illetve a dohányzás következtében hány percenként, és az egészségtelen táplálkozás miatt hány percenként. Mindenki magának kitalált egy számot. Jön a valóság. Engem meglepett, hogy leggyakrabban, legsűrűbben az egészségtelen táplálkozás miatt, és 10 percenként. Ugye most már itt vagyok egy órája, statisztikailag 6 ember meghalt Magyarországon közben a rossz táplálkozása miatt.
Magyarországon kb. 800 ezer cukorbeteg van, és az irány, a tendencia is nagyon rossz. 2001 óta 70%-kal nőtt a cukorbetegek aránya. Na most tippeljetek, hány ember lábát amputálják évente, legfőképp a cukorbetegség miatt? A. 50-60, B. 5-600, C. 5000-6000. A másik kérdés az lesz, hogy hány ember vakul meg évente, szintén főként a cukorbetegség miatt? 100, 1000, 10000 körülbelül. Mi a válasz, a helyes válasz az első kérdésre? Évente 5-6000 ember lábát amputálják Magyarországon. Nekem is van egy általános iskolás osztálytársam, akinek a lábát már évek kezdődött le kellett vágni, hogy élhessen. És körülbelül 1000 ember vakul meg, csak a cukorbetegség miatt. Ezek nagy része, túlnyomó többsége elkerülhető lenne. Összejelent meg ez az OECD kutatási eredmény. Negyedik helyen vagyunk a világban, lehet, hogy azóta már dobogósok. Az elhízottak arányában. Nagyjából minden harmadik magyar ember elhízott. A túlsúlyosokkal együtt ez megvan a kétharmad. Akkor még négy ország volt előttünk, az amerikaiak elég jelentősen előttünk voltak, lehet, hogy még nem értük utol őket. 207 milliárd forintba kerül ez az egészségügyi alapnak, hogy a megbetegelt embereket gyógyítsák. Hallottam ilyenről Svájcban, illetve napokban, hogy Ausztriában, kicsit más filozófiában működik a dolog. Ott nem csak azokat támogatják, akik már megbetegedtek, és hogy olcsó gyógyszerekkel gyógyítassák magukat, hanem kitalálták azt, hogy érdekelté teszik az embereket, hogy nagyobb részt vállaljanak, nagyobb felelősséget vállaljanak a saját egészségük fenntartásáért. Hogy működik a TB? Vannak kontrollok, mérések, állapotmérések, és ha nem teljesíti, inkább pozitívan fogalmazom, ha valaki teljesíti az elvárt szintet, akkor kevesebb TB-t kell fizetnie. Tehát azt is támogatják, ha valaki az egészségért tesz erőfeszítéseket. Én 7 éve nem szedek gyógyszert, nem voltam beteg, nem sérültem meg, nem kellett az orvosok segítségét igénybe vennem, remélem nem is kell később sem. Táplálkozás. 50 év. Az emberiség történetében nem nagy idő, de ez a csökkenés drámai táplálkozás minősége hogy romlott, cserébe egyre többet eszünk. Kongatja is a vészharangot dr. Márai Géza, a Gödöllői Egyetem most már nyugalmazott professzora 50 éve. Ő a Magyarországon kapott az zöldségek, gyümölcsök, vitamin, tápanyag tartalmát vizsgálja, drámaian lecsökken, egyet vetítek csak ki, a káposzta C-vitamin, ugye? 50 év alatt 5% alá csökkent a káposzta C-vitamin tartalma. Annak a káposztának nem biztos, amit a saját kertedben termelsz. A könyvemben 5 kategóriába soroltam az embereket a táplálkozásuk szerint, ezek nem tudományos kategóriák, hogy nagyjából mindenki beletartozik valamelyikbe. Én is. Azonban nagyon kevesen élnek tudatosan a táplálkozás terén, eszik a mérgezett növényeket, a feldolgozott élelmiszereket, az ízipar leveszi az emberek nagy részét a lábáról, teljesen mesterséges készítményekkel, bizonyára sokan olvastak ezekről. Múlt század elejé szakácskönyvben a piskóta tésztához harmad annyi cukrot ajánlottak, mint manapság. Az is érdekes, ugye? Szakácskönyvekben. Tudjátok, hogy mi a közös bennük? Nem olvasom fel a neveket, látjátok, kivetítve, mindenkiről van fénykép is. Vannak köztük menő sportolók, hazaiak, külföldiek, vannak köztük popénekesek, tudósok, üzletemberek, színészek, sok mindenki. Művész emberek. Mi a közös bennünk? Annyira, hogy mindegyik vegán. Néhányan tudják is, gratulálok. Sőt, még az a Mike Tyson is, aki profi boxolóként elhíresült, amikor a ringben leharapta az ellenfele fülét, lehet, hogy húshiánya volt éppen. Szóval lehet élsportolónak is lenni úgy, hogy az ember hús sem eszik. Akit részletesebben érdekel, hogy hogy lehet növényalapú táplálkozással egészségesen élni, sokkal egészségesebben, mint a rengeteg hússal,
az Olvass el a Kína tanulmány című könyvet. Rám nagyon nagy hatással volt, mindenkinek jó szívvel ajánlom. A másik, szén lábnyom. Sokan tudják biztosan, hogy mi az. Ugye a manapság egyre több szó esik a föld fenntarthatóságáról, hogy unokáinak lesz-e hol élni. És vizsgálták tudós emberek, hogy milyen mértékű károsanyag kisugárzása van különböző termékeknek, illetve azok előállítása, mennyi széndioxid, metán, stb. Kibocsátása jár. És végeztek ilyen becsléseket, hogy például egy átlagos amerikai háztartás éves élelmiszerfogyasztásának a széndioxid, metán, stb. Kibocsátása, az kétszerese annak, mint amennyit átlagosan autóznak. Ez a havi 1800-900 km, napi 50 km. Annak a kétszerese a táplálkozás miatti szennyezés. Azoknak, akik vegánok, és csak abban gondolkodnak, hogy nem esznek húst, jó szívvel ajánlom a másik részét is, az érem másik oldalát is figyelmükbe. Hogy 100 km autózás körülbelül annyira szennyezi a földet, mint 1 kg marhahús előállítása. Nem olyan könnyű megfelelni azoknak az elvárásoknak, hogy unokáink számára élhető legyen még a föld, de nem hát tudni ezt, de például a csirkehús negyed-ötöd részén szennyezi csak az előállítása. Na nem annak a csirkének, amit a tanyán nevelnek, hanem a nagyüzemi csirketenyésztés, vagy szarvasmarha tenyésztés, vagy tejtermelés, sorolhatnám tovább, erről rengeteget tudtok biztosan. A tápanyagok szokásos csoportosítását csak azért vetítem ki, hogy zölddel kiemeljek néhány olyan dolgot, amely ma már a figyelem középpontjába került. A vitaminoknál is, sőt ott egy pirosat is kiemeltem, amit lehet, hogy tőlem fogtok először hallani, mert én találtam ki. Na nem kapok itt a Nobel-díjat, mint annak idején Szent Györgyi C-vitamin, de azért fontosnak tartom. Az interneten elolvashatjátok. 2016-ban a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége ajánlást adott a magyaroknak, hogy mit tegyetek naponta a tányérra. Látjátok, az egyik fele zöldség-gyümölcs, kicsit több a zöldség, mint a gyümölcs. A másik felében kisebb részt vannak a húsfélék, tojástej, és nagyobb részt a gabonafélék, és ajánlják a teljes értékű gabonákat. És igyál bőségesen vizet. Tudom, hogy igyál vizet, majd ráfizetsz, hiszen ezt tanítani nem kell senkinek. Nótában ez jól hangzik, de azért életminőséghez nem biztos, hogy passzol. Ezt azért vetítem ki 2007-es ajánlás Kanadából, mert jelentősen megváltozott a kanadiak véleménye azóta. Nézzétek meg, hogy a futószalagon milyen termékek vannak, még rengeteg tej, meg dobozos termékek, és nézzétek meg a 2018-ban született ajánlásukat. Az interneten bárki elolvashatja részletesen. Itt is a fele tányér zöldség gyümölcs, nagyjából hasonlít a magyarhoz, de nincs rajta tej. A szomjas vagy, így áll vizet. Víz, tejhelyet, víz, bab, és az otthoni főzést ajánlják. Ugye elkényelmesedett az emberiség az elmúlt évtizedekben, veszi a félkész termékeket tartósítószerekkel, méreganyagokkal terítve, és gondolnak a fenntarthatóságra is, mert tudják azt, hogy a növények előállítása nem kell olyan sokban, mint a hús előállítása. Hogyha most hirtelen minden országban egy kilóval megnövelnék a húsfogyasztást, egy évben átlagosan az emberek, összeomlana a föld. De nem is az a megoldás, mert hogy növényalapú táplálkozás, vagy nagyrészt növényalapú táplálkozással igenis lehet teljes táplálkozást folytatni. Az Egészségügyi Világszervezet már évtizedek óta, 90-es évek óta ajánlja ezt, hogy egyél legalább 4-5 adag, egy adag egy marék, egy alma, egy banán, egy narancs, paradicsom, körülbelül 40 deka zöldséggyümölcsöt naponta, nyersen is, rosttal is. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy az elmúlt egy hétben úgy nagyjából kinek van meg napi átlagban fejenként a 40 dekája? Legalább ez a minimálisan ajánlott. Hát mi vagyunk kisebbségben. Erre van egy idézet, hogy valahányszor a többség pártján találod magad, ideje megállnod és eltöprengened. De a 80 deka se árt. Nekem általában reggelire megvan már ennyi, a minimum. Ez a szivárványt azért vetítettem ki, mert pár évvel ezelőtt egy bajai teniszező lány tartott nekünk egy előadást az élményeiről a Rotary Klubban,
Ő volt az a lány, aki partiban volt 18 éves korában Babos Tímeával, tudjátok, ő az, aki párosban többszörös Open győztes már, és általában jobb is, tehetségesebb is volt Babos Tímeánál, de a szülei nem győzték anyagilag támogatni, hogy eljusson odáig. Amerikában járt egyetemre, ott nekik tanítottak a táplálkozásra egy baromi egyszerű dolgot. Edd meg naponta a szivárványt, jelképesen, színeiben. Tehát egyél olyan zöldségeket, gyümölcsöket rendszeresen, amelyek a szivárvány valamennyi színét tartalmazzák, és akkor rendben van a táplálkozás. Ilyen egyszerű a világ. Víz. Víz van az igazság. Addig, amíg mindenki megnézi magának, hogy a saját test tömegéhez viszonyítva körülbelül mennyi vizet érdemes innia, addig én kivételezett helyzetben érezzem magam, iszom egy kis vizet. A ti egészségetekre is. Természetesen ezek tájékoztató jellegűek, hiszen függ a hőmérséklettől, a fizikai mozgástól, sok mindentől, de úgy nagyjából érdemes ehhez idomulni. Reggel, mikor felébredek, mindjárt kimegyek a konyhába, iszom egy nagy pohár vizet. Nagyon 3 dl körülbelül. Reggel előtt iszom egy pohár vizet. Ugye egész éjjel nem kapott a test vizet, és mégis működött. Abból érzem, hogy fel tudtam kelni. Hogyha valaki kevés vizet fogyaszt, nagyon sok káros következménye van. Apróbb kellemetlenségek, nagyobb kellemetlenségek, kinek mi a kicsi, kinek mi a nagy. Kiszárad a bőre, fáj a feje, túlsúly. Hát egy apró trükk az agy átverésére. De akár úgy érzed, hogy éhes vagy, pedig csak szomjas vagy, igyál vizet ebéd előtt is. Előtte igyál, ne utána. Csökken az éhségérzeted, nem eszel annyit, nem lesz annyi túlsúlyod. Ilyen egyszerű dolgok vannak. És lehet kontrollálni, hogyha nincs is érezhető problémád, hogy itt áll elég folyadékot, nézd meg a vizeletedet. Ha citromsárga rendben van, narancssárga, akkor vagy beteg vagy, az is baj, vagy csak kevés vizet ittál. Következő kérdésem. Sokan sok pénzt fizetnek konditermekért, mert ők oda szeretnek járni. A futás sokkal egyszerűbb dolog ennél, hiszen csak 2 láb kell hozzá, vagy lehet, hogy az se, és kilép az ember a nagykapun, és már fut, és visszaér, és kész. Hol terem a hasizom? Mitől függ a testfelépítésed, a kinézeted? Ki gondol arra, hogy ez nagyobb részt a konditerembe? Ki gondol arra, a nagyobb részt a konyhába? Ki mondja azt, hogy 50-50 nagyjából? Na, hát itt mindent tudtok. Be is fejezem az előadást akkor. Körülbelül 70%-ban a konyhában dől el. A táplálkozáson dől el. Gondolj arra, hogy Carl Lewis is vegán volt, és többszörös olimpiai bajnok. Hát itt jönnek az elrettentő példák, külön-külön bármelyiket meg lehet tenni, mert nem hal bele az ember, csak a rendszeresen és sokat, az a probléma. Hány kilométer futással lehet ledolgozni azt a felesleges kalóriát, amit beviszel ezekkel a táplálékokkal? Csoki, sőt, krumpli, kóla, sorolhatnám tovább. Hamar összejön egy félmaraton, ugye? Most megenni könnyebb, mint utána lefutni. Tessék végig gondolni ezt. Vagy például a folyadékok. Szlovéniában készítette egy futóverseny, az egyik futótársam ezt a képet. Oda tették egy átlátszó pohárba a flaskák elé, hogy melyik mennyi cukrot tartalmaz kockacukorban, mint mértékegységben kifejezve. 7-8-10 szem kockacukor is. Kivéve egyet, melyik az? A víz. A víz. Tehát amikor cukrozott italokat, akár dobozos, akár ilyen palackozott italokat iszik az ember, gondolja végig, hogy tényleg az ízipar ennyire könnyen legyőzi őt. A következő képek alkalmasak esetleg a mentális egészség elrontására, félelmet keltenek, de nem. Ezeket a képeket a szereplők engedélyével vetítem, személyesen ismerem őket, pozitív példaként hoztam. 2013 nyarán így nézett ki Projko Attiláné Gabi, Nyíregyházán dolgozik egy bankban, pénzügyi alkalmazottként,
És akkor a barátnője 13 tavaszán közölte, hogy ő férjhez megy, és Gabi elszörnyűködött, hogy Úristen, hogy fog ruhát találni a boltba? Lehet-e egyáltalán bálnára ruhát venni? És akkor eldöntötte, hogy elég volt. 2 éve később így nézett ki, azóta már félmaratonokat, maratonokat is fut, én is futhattam vele baján. Egy fantasztikus, pozitív egyeniség. Vagy itt van kis Judit. 2 képet kitett 15 nyarán egy közösségi oldalon magáról. Kommentár nélkül. Csak a 2 képet. A lájkvadászok, ha abban a futós csoportban 100 lájkot elérnek valamire, már nagyon elégedettek magukkal. Egy nap alatt 800 lájkot kapott. 2 év alatt történt vele ez. A jobb szélső kép pedig már akkor készült, amikor Magyar Kanizsán voltam könyvbemutatón az ottani futóklub meghívására, és utána másnap reggel futhattunk együtt a Tiszaparton. 50 kilót fogyott le, és azóta is félmaradt a maraton neki is. Ott az a kék cipő épp az enyém, mert én álltam ott mellette, de én vagyok ott a fontos, csak igazolásnak, hogy én is ott voltam. Még mutatok róla 2 képet. Tavaly ment férjhez. A barátja akkor is a barátja volt a mostani férje. Öregszik az ember. Magamról is hoztam néhányat. Nem mindet, mert a feleségem szigorú kontroll mindig nekem otthon, de azért ezeket kimerem vetíteni. A kérdés az, hogy melyik készült először és melyik utoljára. Elárulom az évszámokat, lehet, hogy nem okozott meglepetést. Nem csak a szakállam lett kevesebb, a testsúlyom is, és valószínűleg kicsit másképp a kinézetem is, más már, mint volt. Röviden azt tudom mondani, hogy jót egyél, hogy jól legyél. És akkor ajánlanik néhány olyan terméket, növényt, táplálékot, ami nekem és sokaknak, másoknak is bevált. Akit érdekel, a részlet közben elolvashatja. Például a dió. Ő lett a 10 próba győztese, nem olimpián, hanem vizsgálták a különböző magoknak az összetételét, és melyik miben erős, és ezek alapján a diót minősítették a legegészségesebbnek. Külön felhívom a figyelmet a magas fehérje tartalomra, vagy a magas telítetlen zsírtav tartalomra, ezen belül a kedvező omega-3, omega-6 arányra. Akik foglalkoznak táplálkozással, tudják, hogy ez miért fontos. Miért egyed? Csak azokért. Mák. Én amikor ezt a diát készítettem, akkor találtam számomra meglepő dolgot. Nem tudtam addig, pedig falusi gyerek vagyok, hogy a sötét lila virágú mák most már jogszabályban be van tiltva. Mert az ópiumot ebből tudják könnyen előállítani. A fehér és a világos virágú az a hivatalosan engedélyezett mák, tudjatok róla. Miket tartalmaz? Nagyon értékes vitaminokat, ásványi anyagokat. És például, ott sárgával kiemeltem a kollát reggeli része. Ha beütöttek a keresőbe kollát német professzor nevét, akkor találtok táplálkozási ajánlásokat. Én örülök annak, hogy 15 eleje, az 4 év óta nagyjából olyan a reggelim, amit ő is ajánl. Csak én nem főzöm meg. Nem előtte este keverem be, és hagyom egész éjjel a hűtőbe aszalódni. Zappahely, kaukázusi kefir, aszalgyümölcs, gyümölcs, mák, dió, méz, csiamag, és fahéj, 5 perc alatt elkészül, és fantasztikusan finom. Én sokat eszem, látszik rajtam, nem? Én sokat eszem, tényleg sokat eszem, na de kell is az energia ennyi mozgáshoz. És nem vagyok éhes egész délelőtt, néha eszem egy kicsit délelőtt is, ez inkább gyenge pontom, mert azt ajánlják a táplálkozási szakemberek, hogy 4-5 étkezés egy nap ajánlott, hát 3 mindig megvan, a reggeli, ebéd, vacsora. Néha délelőtt, délután is eszem, de az nem olyan rendszeres nálam. A chia mag, amiről beszéltem már az előbb, az egyik legértékesebb mag. Ez nálunk sajnos nem terem, de nagyon komoly antioxidáns, méregtelenítő hatású, és így tovább, és így tovább. És akkor egy gyors lista kedvenc ételeimről, hát a kedvet kaptok hozzá. A
reggelim az 4 éve lényegében állandó, de az évszakhoz igazodik a gyümölcsöket illetően. Ott alul van a kefir és a csiamag, meg a dió, meg a mák, és éppen tavasszal, nyár elején földi eperrel, cseresznyével, ez a legfinomabb. Ezzel a beosztással. Ősszel szőlővel, a kemény húsú fekete, sötétkék szőlővel és körtével, többi lényegében ugyanaz. Télen banán, körte, most az utóbbi hónapokban banán, körte rendszeresen. Sopszka, ismerős? Bulgári nemzeti étel. Nyers paradicsom, uborka, sajt, juhsajttal a legfinomabb. Cukkin is lecsó. Na, bajai halászni, bajai emberként muszáj, bár éppen Szegeden lehet, hogy nem illik. Mind a kettő nagyon finom tud lenni, ha azt jól megcsinálják, nekem ez a véleményem. Sőt, ettem algyön savanyú halászét, az is nagyon finom volt, jól megcsinálták. Titkos vacsorám. Azért titkos, mert nem látszik minden. A hazafias nevelés jegyében ott a piros fehér zöld, középütő sajt 1 perc alatt a mikróban ráolvad. Mire? Egy kis kolbász és egy kis töpörtyű. És fokhagyma, nagyon finom. Tavasszal, ugyanaz, tavasszal, csíra, főtt tojás, zöldségek, és ibolya, ehető az ibolya. Egy biokertésztől tudtam meg, és nem lopom, nekem a kertemben van. Nagyon finom ősszel, sütök, én teszek bele diót, magokat és mézet. És fahéja, illata is nagyon finom. Hát, és sütőmániás vagyok, el kell árulnom. Nem ajánlják a sütit enni, de ezt a fajta sütit nyugodtan elted, mert hogy a tésztájában mák van, alma, tojás. A felső részben joghurt van, és gyümölcsök. Fagyasztott gyümölcs akkor, amikor fagyasztva van csak, és élő gyümölcs, már a saját kertemből is, akkor, amikor van élő gyümölcs. Csodafinom. Hát meg az unokáknak készült, az én suta szokástudományommal, hogy kedvet kapjanak a gyümölcsevésre. Különböző technikákat kellett kitalálni, de egész eredményesen működik. És mit vegyél még? Hát levegőt. Orron vagy szájon át? Ha az interneten megnézed, dr. Butejko ajánlja az orron át való hasi légzést, mert ugye az orrnak a szerepe akkor hasznosul. Én a futás közben az elég nehezen szokom, de azért most már le tudok futni 10 kilométert úgy, hogy csak orron át veszem a levegőt, ha nem túl gyorsan futok. És észrevettem azt, hogy nekem télen például, ha hidegben futok hajnalonként, akkor szokott az orrom folyni a hidegben. De csak futás közben. És ha az orromban veszem a levegőt, akkor nem. Tehát van egy ilyen praktikus haszna is. És jön a harmadik téma. Az utolsó. Van még 1/4 órám? Adtok még 1/4 órát? 30 percet? 45 percet? 60-at? Hát, hogyha erről kéne mesélni sokat, akkor csak annyit mondanám, hogy az ego és az értelem harcaként élem meg az egyéni önfejlesztésemet. Lehet, hogy mások is vannak ezzel így. Orri Hepburn nevét talán nem kell ragozni. Ez az idézet nagyon a szívemhez szól. Szívemből való. Szeretem azokat az embereket, akik nem fásultak bele az életbe. Hangosan éneklik a kedvenc dalukat, megcsodálják a nyílóvirágukat, beülnek a hintába, és nem játsszák meg folyton a komoly felnőttet, hanem egyszerűen csak élvezik az életet. Van egy kedvenc idézetem. Minden nap szállj magadra 1 órát, vagy ha úgy érzed, hogy nincsen időd, akkor 2. A legtöbb ember felnőtt korában ezzel a problémával küzdik. Én is ilyen munkamániás voltam 55 éves koromig. Az az 1 óra részben a test, részben a lélek karbantartására kell. Te döntöd el, hogy mivel és hogyan. De használd magadra. Legyen én időd, amikor csak magaddal vagy. Például a futás ezt lehetővé teszi. Könyvek. Azt, hogy milyen lesz az ember élete 5-10 év múlva,
Azt nagyjából két dolog dönti el. Egy, milyen könyveket és mennyit olvasol. A másikról majd később beszélek. Van-e köztetek olyan, aki úgy érzi, hogy nem képes arra, hogy napi 15 percet olvasson? Ezt még a diákok is el szokták vállalni, hogy ők képesek. Ne tegye föl senki a kezét. Mindenki képes erre, így van? Van is egy mondás, aki sokat olvas, messzebbre lát. De például egy praktikus dolog. Nagyon sokan küzdködnek álmatlansági problémákkal. No, nem horrorfilmeket kell nézni lefekvés előtt, hanem például olvasni, lecsendesíteni egy kicsit a testet és a lelket, könnyebben elalszol és nyugodtabb az álmod. Ilyen egyszerű praktikákon múlik, hogy a legjobb önmagaddá válhass. Ajánlanék nektek újabb könyveket. Rám ez volt a legnagyobb hatással 11-ben, amikor elkezdtem magammal foglalkozni. Covey kiemelkedően akkor úgy volt, hogy a sikeres emberek 7 szokása. Amikor megjelent a 25 éves jólémi kiadás, akkor rájöttek a magyarok, hogy az eredeti kiadásnak a fordítása nem jól sikerült, mert hogy a másik világban ezt ilyen címen kínálják az embereknek, és az ünnepi kiadás is ilyen címen jelent már meg, hogy a kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása. Ez a könyv számomra az önfejlesztés kézikönyve. Hogyha valaki az iskola világában él, akkor írja be a 7 szokást a keresőbe, és talál egy iskolai programot, amit én 11 őszén ismertem meg, fantasztikusan jó. Működik már több mint 50 iskolában Magyarországon, óvodában is. És érdemes vállalni azokat a képzéseket, amikkel jár, hogy iskolába lehessen ezeket vezetni. Könyvben is írok róla egyébként, könyvemben. A másik pedig néhány éve jelent meg, a kiemelkedően eredményes fiatalok 7 szokása. Ha valakinek 10 éves, 20 éves gyereke, unokája, ismerőse van, jó szívvel ajánlom, vegye meg neki ajándékba ezt a könyvet, mert nagyon jót tesz a gyerekkel. Eddig még mindenki hálás volt, aki ezt a könyvet az ajánlásomra megvette, és odaadta gyerekeknek, felnőtteknek se járt elolvasni. Ezt a létrát én találtam ki, tapasztalataim alapján. Ugye van egy idézet, hogy alattad a föld, feletted az ég, benned van a létra. Ez a létra az önfejlesztés létrafokait ábrázolja, és tapasztalataim, tudásom alapján ilyen lépcsőfokokon tud keresztül menni az ember. Tanuld meg először kontrollálni az érzelmeidet, egyszerűen olyan dolgokat csinálja, amik jó érzést keltenek benned. Érzi az ember, amikor valamilyen hatás éri, hogy ez most jó neki, vagy nem. Ügyelj a gondolatai tisztaságára. Szoktam mondani, hogy én a futásra évén az agyamat is magam mosom. Majdnem minden nap. Gyakran szükség is van rá. Pedig nem nézek iradót. Már 10-valahány éve. Tettek, szavak. Olyan dolgokat tegyél, amik a gondolataidhoz passzolnak, olyan kifejezéseket használj, amik rád jellemzőek, amik fontosak neked. És olyan szokásokat alakíts ki. Nem elég egyszer megcsinálni valamit. Van a másik idézet, hogy a minőség az szokás, nem egyszerített. Nem mindegy, hogy 100 fekvőtámaszt naponta egyet csinálsz meg 100 napon keresztül összesen 100-at, vagy 1-2 nap alatt 100-at. És így alakul a jellemed, formálódik, olyan ütemben, ahogy te akarod, és minden nap egy kicsit jobbá tudsz válni. Szerintem ez egy értelmes cél, hogy mindig válj egy kicsit jobbá. Hogy az legyél, akinek látszol, és annak látszódj, aki vagy. Célkitűzés. Az egyik legfontosabb. Kevesen foglalkoznak vele, az iskolában sem nagyon tanítják. A Szenekától származik még a régi időkben az idézet, semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart. Ilyen egyszerű. Aztán egy másik. Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem kezd fel bennük a vágyat, a nagy, végtelen tenger iránt. Erőszakkal senkit nem tudsz rávenni semmire. Erről lesz még szó. De a vágyfelkeltésben tudsz segíteni. Ha már kitűztél célokat, azért vannak nehézségek, hogy ezeket a célokat meg is valósítsd.
a te saját félelmeid, a környezeted, a barátok, a rokonok, ne hagyj már neked sikerüljön, múltkor sem sikerült, most sem fog sikerülni. Emlékszel Arthur példájára? Elhiszed magadról, hiszel magadban, hogy te képes vagy valamire, akkor meg tudod csinálni. Ne törődj másokkal. Engem is sokan megmosolyogtak ott Baja-Szent István városrészben, amikor elkezdtem futni 2012-ben, azóta sokan előre köszönnek azok közül. És hát, hogyha akadályokat látsz a céljaid elérések közben, jusson eszedbe mindig ez a film, Casey McAllisterről, és amikor ezt a filmet tavaly láttam, akkor jut eszembe az a futás definíció, amivel az előadást kezdtem, és akkor vált világossá számomra, hogy a futásra talán nem is lehet definíciót adni. De talán nem is kell. Azt hittem, hogy nem fog neki sikerülni. Nem tudja kitámasztani magát. Nem volt még elég az akadályokból, ugye a kővel megkapott vödröt, egy dombra kell fölvinni. Láb nélkül. Sokan lehagyták őt, de gondolom, nem ez számít. Híresebb akadályverseny a környéken, a Spartan rész, és láb nélkül megcsinálta. És akkor hogy is van az, hogy az a futás, amikor mind a két láb egy rövid ideig egyszer a levegőben van? És mégis tud haladni, mert ő akar valamit csinálni. Hát most fizika jön, nem ússzátok meg. A részben azért, mert néhány régi kedves évfolyamtársam, matfizszakos tanárként itt van. A részben azért, mert egy kedves régi fizika tanárom is itt van az egyetemről. Mondtam is neki, hogy itt fizikáról is szól, ezt nincs mese. Hát a Newton első törvényre lehet, hogy még mindenki emlékszik, az a tehetetlenség törvény néven. Ki is írtam, hogy körülbelül mit jelent. Minden test megtartja a nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonuló egyenletes mozgását mindaddig, amíg valami másik test vagy mező annak megváltoztatására nem készteti. A lényeg az, hogy a testek a sebességüket maguktól nem tudják megváltoztatni. Tehát én azért tudok elindulni, mert ott a föld, és én ellököm a földet, az meg lök engem vissza. Szóval, hogyan
hogy érvényes-e egyáltalán az emberi viselkedésre Newtonnak az első törvénye. Hát, is. Arra gondolok, hogy te önfejlesztéssel akarsz foglalkozni, magad fejlesztésével akarsz foglalkozni, akkor téged érnek hatások. Rossz hírem van. Külső hatásra, erőszakkal téged senki nem fog rávenni, hogy mozogj, senki nem tud rávenni erőszakkal, hogy egészségesen táplálkozz, hogy tisztítsd a gondolataidat. A változás kapuja csak belülről nyitható. Jó hír viszont, hogy belülről nyitható. Csak rajtad múlik. Tehát saját döntésed. Természetesen, ha érnek olyan hatások, vagy ébresztő jelölő esemény, vagy egy pozitív érzelmi hatás, amikor valakinek a jó sorsát látod, hogy te is olyan szeretnél lenni, akkor ez hozzájárul ahhoz, hogy te meghozd azt a döntést. De a döntést csak te tudod meghozni. Második törvény. Hát egy egyszerű dolgot. Ha például eldöntöd, hogy te mostantól kezdve gyorsabban akarsz futni. Az F1 jelű M-szará képet talán még ismerős. Erő, tömeg, gyorsulás. Gyorsulás arról szól, hogy milyen gyorsan változik a sebességet. Ha te gyorsabban akarod változtatni a sebességedet, egyszerű módja van, nagyobb erő kell hozzá, vagy kisebb tömeg. Kisebb tömeget hogy tudsz elérni? Hogyha foglalkozol táplálkozással. Hogyha a gondolataid tisztántartásával is foglalkozol. A többi házi feladat. Most már nagyon kicsúsztam az idővel, hogy a harmadik és a negyedik törvényről is beszéljek. Nagyon könnyen megtalálod magadnak, ha akarod a hasonlóságot. Nem mindenben alkalmazható egy az egyben, de sok mindenben igaz a saját önfejlesztésedre is. A következő képeken gyorsan átmegyek. A TED, egy előadás sorozat évek óta a neten, jó szél ajánlom mindenkinek, nagyon értékes gondolatokat lehet, ugyanúgy, ahogy a mentorháló előadásain is nagyon sok értékes gondolatot lehet hallani, a TED konferenciákon is. Kutatók vizsgálták, hogy hol élnek 5-10-szer nagyobb arányban 100 éven felüli emberek, mint az átlag. 4 ilyen zónát találtak, Japán, Szardínia, magas hegyek köz, Közép-Amerika és Los Angeles-től kicsit távol. Keresték ezekben a kék zónákban élő emberek közös jellemzőit. Megállapították, hogy melyik a két legveszélyesebb év az életben. Az egyik, amikor megszületünk, a csecsemő halandóság miatt. A másik, figyelem, vagyunk itt néhányan, a nyugdíjba vonulás éve. Miért? Hirtelen leáll, és sok ember céltalanná válik. Ezek a közös dolgok. Én nem fogom most ezeket felolvasni, gyorsan át tudtok rajta futni. Talán nincs is benne, hogy nagyon nagy meglepő. Nem sportolóként rendszeres sportolásról van szó, hanem rendszeres fizikai aktivitásról, mozgásról. Mindent gyalogkész csinálnak. Leülnek, fölkelnek, szőnyegen élnek lényegében. Én kiemeltem néhány dolgot ezek közül. Az egyik az ok, amiért felkelsz minden reggel. Megvan-e a te ikigaid? Az ok, amiért felkelsz minden reggel. Nekem az, hogy táncoljak az ő lagziukon, meg a másik kettőjén. Az ifjú párral. A másik a Harahachi-bu diéta. Konfuciusz óta használják ezt a kifejezést, az elég művészete. Miről szól ez? Hogy ne edd magad túl. Ha túl gyorsan eszel, akkor fölöslegesen telepakolod a gyomrodat. 20-30 perc kell, mire a gyomrodtól az agyadig eljut a dolog, és fordítva, hogy most már elég lett volna. De addigra már később telepakoltad fölöslegesen. Egyél lassabban, és amikor már úgy gondolod, hogy majdnem tele vagy, akkor bőven hagyd abba. És az ő általuk elfogyasztott ételek szinte egyáltalán nem tartalmaznak mesterséges anyagot. A másik, hogy megfelelő emberekkel veszik körül magukat. Amikor mondtam, hogy az életed 5-10 év múlva milyen minőségű lesz, alapvetően két dolgon múlik, az egyik az volt, hogy milyen könyveket mennyit olvasol, a másik ez. A kutatók szerint vagy már most is az vagy, vagy nem sokára az leszel, annak az 5-6 embernek az átlaga, akivel a leggyakrabban érintkezel. Lehet, hogy néha le kell cserélni közülük egyet-kettőt. Ha nem akarsz olyan lenni, mint ő.
ők azok a kék zónában élők, 6-8-10 tagú társaságokban gyűlnek össze gyakran. Nem egy-két fős barátságok, 6-8-10 tagú társaságokban. 100 éven felül kocsit vezet. A dédunokája az ő kigaija. Lovagolnak. Jelenleg élő legidősebb hölgy szeret korán kelni és matematikát tanul. 116 éves. És akkor említettem az előbb egy zöld meg egy piros vitamint, emlékeztek rá. A zöld az N-vitamin, ezt használják azért már elég sokan. Az N a naturáról szól, hogy élj a természet közelében. Én minden héten 5-6-szor a futásaim révén a természet közelében élek. Ezeket a képeket én készítettem a futás közben. Bármikor hajlandó vagyok megállni egy fénykép kedvéért. Akkor is, ha éppen egyéni csúcsot futnék. Akkor is. Látok, hogy gyönyörűt megállok, lefényképezem. Ilyen szép a világ körülöttünk. Ha kimegyünk a természetbe és kinyitjuk a szemünket. Ez az egyik kedvenc képen. Ez lassan 2 éve nyáron készült, amikor Bajáról Sükörst felé kifutottam a határba, és a napraforgó tábla mellett hirtelen kijött egy őz, és megállt, és csodálkozott rám. Én megőr rá, hogy miért nem megy el. És aztán jött felém. És 100 méterről, ilyen 20 méterre körülbelül. És békésen jött felém. És akkor én készítettem közben egy csomó felvételt, mert ugye itt volt a telefonalasama, és egyszer csak valami miatt megjelent, elrohant olyan gyorsan, de olyan élmény volt. És ezt az élményt csak ott élhettem át akkor. J-vitamin. Na ezt a fogalmat én találtam ki. A jó érzést adó emberek társasága. Legyél minél többször neked jó érzést adó emberek társaságában. Hogy az baráti kör, család, mind a kettő, azt te döntöd el, de hát kerüld a negatív embereket. Jó érzést adó, a Wahau-ban ez a 8-as csapat volt, tavaly ősszel a maratonon, ebből ugye 4 matfizes volt annak idején Szegeden, baráti társaság, a másik olyan emberek között, akik hasonlóan gondolkodnak az életről. Vagy például olvasni így a legjobb. Közösen. És tényleg, kerüld az energiavámpirokat. Neked is vannak olyan ismerőseid, akiktől legszívesebben már 10 másodperc után megszabadulnál? Ha nem muszáj, ne keresd a társaságukat. Amikor 2000 környékén a minőségbiztosítás programban dolgoztunk, akkor én ezt 4 kérdésben fogalmaztam meg magamnak, hogy milyen kérdésekre kéne válaszolni. Hogy milyen a jó iskola, az én iskolám akkor jó iskola? Honnan tudom? Akarom-e, mit tehetek, hogy jobbá tegyem? Én ezeket a kérdéseimet most átfogalmaztam az önfejlesztésre. Az egyéni életminőség, a saját életminőséged javítására. És mindig aktuálisak, ha te akarod. Milyen a jó életminőség? Az én életminőségem akkor jó életminőség? Honnan tudom? Akarom-e? Mit tehetek, hogy jobbá tegyem? Én csak kérdéseket tettem föl, válaszolnotok, nektek kell. Érdemes tudni, hogy soha semmi más nem számít, csak az, hogy te miről, mit gondolsz, mi van a fejedben, mit adsz el magadnak. Ha azt adod el magadnak, hogy neked fontos egy jó életminőség, és meg akarod csinálni, meg tudod csinálni. Arthur, Casey McKenzie. Churchilltől származik az idézet. A legtöbb ember időnként belebotlik az igazságba, de többségüknek sikerül összeszednie magát, és menni tovább, mintha semmi se történt volna. Mit kell tenni a jó életminőséghez? Hozni egy döntést. Változtasd meg a gondolataidat, és megváltozik a világ körülötted. Hogy ne csak létezz, élj is. Egy idézet a sikerről. Ugye az előadás beharangozójában szerepelt az is, hogy a sikerről is fogok beszélni. Talán az elmúlt másfél órában szó is volt már róla. De összefoglalnunk, nagyon jó ez az idézet, hogy mi a siker. Én így gondolom, hogy ezt érdemes végig gondolni. Gyakran nevetni, és sokat.
elnyerni értelmes emberek tiszteletét és gyermekek szeretetét. Kiérdemelni tisztességes kritikusok megbecsülését, és elviselni hamis barátok árulását. Méltányolni a szépséget, meglátni másokban a legjobbat, egy kicsivel jobb állapotban hagyni hátra a világot. Akár egy egészséges gyermek, egy kerti parcella, vagy egy megváltozott társadalmi rang révén. Tudni azt, hogy akár csak egyetlen élet is könnyebbé vált azáltal, hogy éltél. Ez jelenti a sikert. Hát tanáremberként én mindig szoktam házi feladatot adni, az a tanár voltam, de természetesen nektek nem adhatok. De örömmel veszem, hogyha az e-mail címemre, vagy a közösségi oldalon, mindjárt kivetítem címeket, elérhetőségemre, megírjátok azt. Nekem sokat segítetek vele, hogy egyre több előadást vállalok, és szeretem azt, hogyha visszajeleznek, hogy hogyan sültek el azok a dolgok, amiket én igyekeztem átadni. Szóval csak annyit kérek, hogy én azt tanultam meg a mai előadásból, hogy nyitott mondatot röviden fejezzétek be. Tehát ha volt olyan, ami számotokra tanulságos volt, ami szívesen hazavisztek, vagy akár negatív volt, azt is. Ha valami nem tetszett, azt nekem írjátok meg. Ha tetszett, mondjátok-e mindenkinek. Nem sokára vége az előadásnak. A könyvborítót látjátok bal oldalon, és ahogy ígértük is, lehetőség van az előadás után itt majd a könyvet megvásárolni. Természetesen azoknak, akik vették a fáradtságot és megtiszteltek jelenlétükkel, azoknak kedvezményes áron, akik meg túlélték azt az előadást, azoknak különösen. És ezt most meg tudjátok tenni, szívesen dedikálom is, hogy valakinek ez szüksége van. Ott láthatjátok az előretőségeimet. Én arról próbáltam ma beszélni, hogy élni jó. És az élet szép, az élet minden. És a legnagyobb kincs a miénk. Végezetül egy rövid filmmel búcsúzom tőletek, és nagyon köszönöm, hogy ilyen kitartóak voltatok, és ilyen fegyelmezettek voltatok, nem dobáltatok meg paradicsommal, sorolhatnám tovább. Jöjjön ez a film, talán tanulságos lesz ez is. Ven esta anciana, tiene 81 años y está acostumbrada a que le digan que es muy mayor. Seguramente usted está pensando lo mismo, ¿verdad? Por eso hoy la abuela va a darnos una lección a los que pensamos que idős hölgy leckét ad nekünk abba, hogy az életkor nem számít. Ez egy olaszországi téren és szabadtéri rendezvény, ahol fiatalok táncolnak. És ez a 81 éves néni bottal arra sétál. Ez incredible. Incredible, but ez hihetetlen, de nekem ízületi kopásom van. Valaki más táncolna velem? Én, túl öreg vagy. No, csak egy kicsit. Algo lentito. Sí, sí, sí. Lentito. Con tango. Tango. Sí, sí, la tango. Despacito. Sí, sí. Espere. Bravo! Olé! Sí. Aquí, atrás. Abre el lado. Un. Despacito. Son del timbal. Figyeljétek az arcokat, hogy megváltoztak. Thank you.
Valamennyien fiatalok vagyunk. Köszönöm, hogy meghallgattatok.